Brill Bird. A körmöd az ékszered. Olyan pihe-puha takaró közül jövök, lányok, hogy szeretném én ezt a pihe-puha érzést a körmeimen is megkapni. Lehetséges? Ugye tudod, hogy télen a pulcsi minta az nagyon-nagyon divatos, úgyhogy ezt lehet pihe-puhává is tenni, és egy igazi pihe-puha pulóvert kaphatsz a körmeidre. Végül is igazad is van, hiszen november 5-e van, tehát nyakunkon a tél, és nyakunkon a zimankó, úgyhogy kell a pulóver. Na de milyen színű legyen a körmöm, hogyha pulóver mintát kapok? Alapszínnek bármilyen színt is választhatnánk, ami ugye télies szín. Most egy ilyen fáradt lilára esett a választás, ezzel egy visszafogottabb mintát fog tudni, elegánsabb mintát tud elkészíteni a Bettina, de választhatunk volna ugye pirosat is, mert van az a norvég mintás pulóver, amit szintén nagyon sokszor festenek meg a körmökre, és ugye ez egy ilyen, szerintem egy ilyen átmeneti minta még az igazi téli minták előtt, amikor ugye már előkerülnek a hópihék, a jeges hatás, a hóesés, a téli házikó, előtte még inkább tényleg ezek a pulcsi minták szoktak megjelenni, és ugye ezt el lehet készíteni ilyen 3D hatásúra is, de festett mintaként is meg tud jelenni, akár a körmökön. Én amúgy is nagyon szeretem ezeket a pasztelles árnyalatokat, úgyhogy kifejezetten örülök a választásnak. Na de hogyan lesz ez a minta bársonyos, pihe-puha, mint a kasmír? Porcelánpor segítségével a net. Ugyanis a porcelánporból nem csak körmöket lehet építeni, hanem nagyon érdekes, de mint a cukorka hatással, itt is be tudjuk szórni a körömnek a felületét. Úgyhogy azért választottam ezt a nagyon-nagyon szép fáradt levendula színt, mert ezt, hogyha ezzel mattítjuk ezzel a porcelánporos hatással, pontosan egy olyan felületet kapunk, mint a bársony, mint az a téli kasmírsál, és tényleg ezt fogod igazából így érezni a kezéden, illetve festek rá egy kötött pulcsi mintát is. Ú, de jól hangzik. Tehát magára a géllakra szórod rá a port? Nem, a géllak után a fényzselébe szórom bele a port, mert a fényzselé ad egy egységes felületet ugye a körömnek, és akkor abba szépen beleivódik ez a por. Így le is masszítom egyben a körmöt, illetve egy bársonyos felületet is elérek vele. A minta, amit festesz, olyan, mintha 3D hatású lenne. Igen, ezért festettem most, és nem pedig úgy, ahogy már tavaly is csináltuk egy párszor a kötött pulcsi mintát. Itt most egy egymozdulat technikát használtam hozzá, ami ugye pontosan arról szól, hogy az ecsetre felviszem a sötét és a világos színt is, és ezáltal egyszerre a kettőt gyönyörűen meg tudom húzni, és így jön ki ez a 3D effekt. Nem kell külön árnyékolni ezek pontosan, pontosan. De azért egy nagyon picit azért fogom, tehát tudod, hogy az nem maradhat ki, hogy még jobban mélyítsük a mély részeket. Azt feketével, ugye? Így van. Így van, a fekete üveghatású géllakkal mindenképpen. És kész is. Illetőleg nem, hiszen a kis ujjam ombre. Pontosan. A kis ujjadra pedig úgy gondoltam, hogy kicsit azért dobjuk fel, hiszen nagyon nagy divat még mindig az ombre, és láttam ilyen nagyon szép kötött ombre pulcsikat, úgyhogy gondoltam, hogy hát ha a ruházatban ez megjelenik, akkor jelenjen meg a körmödön is, és legyünk ilyen extra trendik. Kati, volt már valaha kötött pulcsi a körmeiden? Én úgy emlékszem, hogy volt már, sőt, nem tudom, hogy te emlékszel-e, tavaly pont a Bettina egy igazán meglepő körmöt készített nekem, nagyon-nagyon rövid volt, és szerintem azon volt pulcsi minta is, volt Mikulás is, és volt egy, várjunk, milyen állat is volt? Pingvin talán? Azt hiszem, igen. Úgyhogy igazán téli, igen. Nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon sokan kedvelték azt a körmöt. Így télvíz idején milyen színeket vegyünk elő, Kati? Mindenféleképpen a fáradt színeknél maradjunk. A lila divatos, ugye az évszíne még mindig ez a veriperi, aminek így ősszel van egy ilyen fáradtabb hatású változata is. De én azt mondom, hogy minél inkább megyünk be a sötét időszakba, viseljünk csillogó színeket, mert azzal egy picit fel tudjuk dobni szerintem a hangulatunkat. Úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, hogy kerüljenek a körömre csillogó színek is, amik egy kis vidámságot, csillogást tudnak csempészni a téli napokban.
most nézd meg, hogy festenek a kasmírok a körmödön. Hogy fest Bettina? Nem kasmírok, hogy festenek a körmemen. Jaj, de szép lett nagyon. Tetszik? Puha. Érzed a melegségét? Igen, és már nem vacogok. Köszönöm szépen.